Szevasztok, Sion vagyok, és hogy az előző videó végén mondtam, most a heroic móddal fogunk foglalkozni a Black Rock Mountain-ön belül, és a helyzet az, hogy decket előre nem raktam össze, hogy én szerettem volna, hogyha tényleg ilyen első élmény stílusú lenne a dolog, és heroic módban az első bossunknak a különlegessége az, hogy nem egy darab miniont rak mindenki deckébe, hanem a sajátjából kettőt. Úgyhogy valószínűleg a taktika ugyanaz lesz, mint az előzőnél, hogy jó nagy dolgokat kell kipakolni, amik valószínűleg jobbak lesznek az övéi ellen. A helyzet az, hogy szerintem egy druidot kellene megpróbálni, ugyanis nála vannak jó nagy lények, illetve hogyha esetleg nem is az ő hős képességére támaszkodva rakjuk ki a nagy lényeket, akkor Innervate-tel, és esetleg Wild Growth-tel, ezt még nem tudom, bele fogom-e rakni, még a saját lényeinket a saját kezünkbe is ki tudjuk rakni. Amire mindenképpen szükség lesz szerintem az a Swipe, ugyanis elég jó lesz a kis 1/1-es taunt-ok ellen, amiket kipakol. A két nagy lényt mindenképpen. Szerintem megpróbáltunk egy Wild Growth-ot is, illetve az Innervate-t. Valamint sok-sok nagy dolgot kellene kirakni, amik Sludge Belcher-t vigyek? Á, miért ne? Az mindig jó, hogyha az kipakolja maga ellen. Ezen kívül ógre is biztos, hogy szükség lesz. Champion, tank, wargolem, szerintem egy Sunwalker is jó lehet, ugyanis szintén a taunt, illetve a Divine Shield elég jó lesz. A Corehound nem tudom, hogy be fog-e férni, még 9 helyünk van. Talán még az előző videóban megszerzett Tarissen is jó lesz nekünk. Végül is 5/5-ös, és hogyha más nagy dolgok vannak a kezünkben, akkor azzal is elősegít minket. Ezen kívül Argent Commander. Körülnézek még a druid alapoknál, hogy valami esetleg. Mark of the Wild nem biztos, hogy... Naturalized-ot szerintem rakok be. Azt hiszem, hogy sok mindent szokott kijátszani a kezéből. Jó, nem emlékszem, hogy jó cuccokat rakott volna ki a kezéből, úgyhogy az a pár lap, amit húzatunk vele, az szerintem nem lesz olyan óriási nagy behatásra a dolgokra. A Swipe bent van. Szerintem más annyira nem lesz fontos. Még talán egy-két kisebb dolgot kellene berakni, hogyha tényleg nem húzunk semmi Innervate-et, vagy ilyesmit, amilyen nagyokat kirakjuk, akkor a kicsikkel is segítséget szerezhetünk. Az Noyotron esetleg jó is lehet, mert ugye ő gyakorlatilag kettő ütést bír ki, tök mindegy, hogy mekkora. Illetve Big Game Hunter egyértelműen, sajnos csak egy van belőle. A helyzet az, hogy viszonylag olcsó deckekből fogom mindenképpen megoldani, ugyanis nekem sincsenek meg a legjobb, legdrágább lapjaim, és nyilvánvalóan másoknak sem. Blade Master, ez végül is 4/7-es, hogy a kirakja. Az pedig elég sok mindennél jobb. Szerintem egy fész lesz talán. Tudom. Mi az a Wind Fury-s nagy lény, ami alapvetően nagyon rossz, de hogyha ingyen rakják nekünk, akkor jó. Valami Wind Fury Harpy talán? Nem, olyanom nincsen. Hopp, elírtam. Nem tudom, hogy az összeszedhető, vagy olyanom nincsen. Igen, Wind Fury Harpy lenne. Rá gondoltam még, mert hogy ő 8-at üt gyakorlatilag, de úgy tűnik, hogy valamiért egyet sem bontottam még, úgyhogy körül elmarad. A Venture Co. annyira nem jó, mert hát ugye akkor nem tudunk mást kijátszani, mert arabban is brutál nagyok alapjaink. Szerintem egy face lesz még beleférhet esetleg. De nem jó, mert azt ha kirakja a 3/3-asként, akkor nagyon sokat bukunk vele. Claw Moonfire. Hát egy Wrath-et belerakjak, vagy egy Mark of Nature-t. Nem, Noyotron-t raktam, nem, akkor ő lesz a maradék kettő lapunk, meglátjuk, hogy hogyan működik. És hát igazából nem bízok benne, hogy elsőre meg fogom verni, úgyhogy mindenképpen ezért szánok külön videót minden egyes hősnek, és hát akkor próbáljuk is meg. Természetesen ugye minden videó elején decket fogok építeni, illetve be fogom mutatni szépen a folyamatot is, hogy hogyan fejlesztem őket, ezért azoknak, akik csak a
a legvégső decket, illetve a legvégső gameplayt szeretnék látni, annak fogok mindenképpen annotationokat rakni a videó elejére, hogy hogy juthatnak el majd az utolsó játékhoz, és akkor remélhetőleg másoknak sem lesz unalmas, illetve megtartjuk a swipe-ot, illetve sokan mondtátok, hogy Naxxramasra is kíváncsiak lennétek, és nekem is feltűnt, hogy Heroicban alig vittem ki egy párat, tehát az első wing van meg, meg talán még egy-két boss, úgyhogy mindenképpen... Na kíváncsi leszek. Szóval mindenképpen szeretnék amúgy abból is majd sorozatot, hogyha éppen lesz idő rá, illetve többötöknek is lesz kedve hozzá. Vajon ez kicsit erős volt? Mármint... Jó, persze, most ezt a kört kibírom, mert egyik sem tud ütésbe vinni, de... De azért ez határozottan kellemetlen. Mármint... Jó, Green Patron is... Jó. Így... Ó, ez tökéletes. És nem raktam be Spell Power-t. Hát akkor nem annyira tökéletes. A Green Patron-t esetleg le tudnám ütni, és akkor nem csinál magából másikat. Akkor a többi mind... Aha, de akkor nem tudok semmi mást használni. Hát ez határozottan kellemetlen. A legjobb lehetőség az lenne talán, hogyha leütném a War Golemet, az 8 damage-ről megszabadít, aztán pedig leszwipe-olnám a Grim Patron-t. Az a baj, hogy következő körben kéne még leütnöm arccal a Stormwind Champion-t, és az nagyon sok damage lenne. Úgyhogy talán egy Sludge Belcher-t kéne kiraknom. Az a baj, hogy a Green Patron azt is túléli, és akkor ugye nyilván sokszorozni kezdi magát, és mindegyik 4x4-es lesz, mert kint van a Champion, viszont nem tudom, hogy beszeretném-e áldozni a... A helyzet az, hogy damage-től többtől szabadulok meg, hogyha a Champion-t ütöm le, viszont ennek ugyanúgy 6 HP-ja marad, ami... Hát, amit utána ugyanúgy le tudok swipe-olni. A helyzet az, hogy a Green Patron miatt szerintem jobb, hogyha a Champion-t ütöm le, aztán később kiderül, hogy igazából hogy jön ki a dolog igazából. Próbálok gondolkodni, de olyan nagy a random faktor benne, hogy na ez jó lehet. Olyan nagy a random faktor benne, hogy igazából... Oh, igen. Arra nem gondoltam, hogy gondolkodni fog a gép. Ja. Ez igen, szóval ez a különbség a Heroicban, megint kiadott két damage-et. És most kéne egy jó swipe-ot kirekni, csak az a baj, hogy ugye amint leütöm a Volgolemet, a helyére egy Green Patron fog jönni, mert ugye őt megütöm egyel. Viszont szerintem más lehetőségem nincs, az még mindig 4 damage minusz. És utána pedig valószínűleg le kéne ütnöm a Corehound-ot. Igen. Hát ez aztán a legjobb, be fog kapni jó sok damage-et, viszont... Oh, később triggerelt. Ez jó, ez tetszik. Jól van. Az a helyzet, hogy talán egy ilyen esetre egy, hogy hívják, Starfall-t, igen, Starfall-t kellene még a deckbe berakni. Ez tetszik, ez most egy nagyon jó trade volt. Illetve azon gondolkodtam, hogy valami olyan taunt, amit... De van benne taunt, csak nem nagyon jöttek ki. Hát most ezt a Blade Master-t igazából kidobhatom kézből is. Mert ez van. De... Hát ja. Ez kellemetlen lesz. Na. Mit pakolsz? Baron. Az jó, ez jó. A Green Patron-t leütés nem kell vele kívül, hogyha... Így van. Na ugye, hogyha nyilván játékos lett volna, akkor a Green Patron-re rakja az Inner Rage-et, és akkor van egy 5x1-ese és egy 3x3-asa. Viszont most mindenki kap jó sok damage-et. És én pedig meghalok ugyanis. És határozottan nincs nálam területi sebzés. Viszont van egy 8x8, az sem fog semmit segíteni. A következő kör végén, ugye? Igen. Akkor viszont az sem segít, hogy ezeket leüssem. Esetleg ezt leüthetném, nem mindenhogyan meghalok. Akkor egy kis változtatást próbálok a decken. Igazából a helyzet az, hogy amikor nincsenek meg a legjobb lapok, akkor mindenképpen mázli van az egészben, és semmi eltávolító lapot nem húztam. Viszont lehet, hogy kellene ez a Starfall mégiscsak, mert az ugye 2 damage mindenhova. És az ilyen esetben például pont jó lehet. Nem tudom, hogy mit vegyek ki.
Hát a Blade Masterek lehet, hogy olyan nagy szükség nincs. És utána pedig esetleg gondolkodok Nourish-on és ilyen dolgokon is, hogyha esetleg még sokáig nem működne. Vagy egy másik deckkel még talán Mage-el működhetne, mert ugye ott van jó nagy területi tisztító, ugye hát a Flame Strike formájában, illetve Fireball-el ugyan le tudnánk szedni a nagyobb lényeket. Csak a helyzet az, hogy elég sok azért, hogy ő körönként kettőt kipakol. Esetleg még Priest, azt hiszem Priest-tel játszottam a Heroic ellen, mert ugye neki van még az a plusz két képessége, amivel három manáért egy nagy lényt veszed. Mellé pedig ugye a Big Game Hunter már három lap olyan, ami három manáért elég nagy... Swipe lehet, hogy kellett volna. Elég nagy lényeket le tudsz szedni, az semmi gond. De remélhetőleg ezzel is működni fog, és nem fog sokat szenvedni velem. A Heroic módhoz mindig kell amúgy egy kis mázli, hogyha... Még hogyha az embernek a legjobb lapjai megvannak, akkor is kell egy kis mázli hozzá. Na, ez például tökéletes. Ugyanis... Oh. Így már kevésbé. Kidobta a Brawlt, ez tetszik. Ugyanis a Grim Patron-t, hogyha leütöm... Akkor ő neki maradt két HP-ja, és... És akkor ő nem tud damage-et bevinni következő körben. A Green Patron-től nagyon félek, ugyanis... Mint láttuk előző körben, a gép tud annyit gondolkodni, hogy inkább a kisebb támadási értékkel rendelkező lényt üsse vele, hogy több legyen. Ah, ez nagyon jó! Na, ez nagyon jó volt itt. Execute, igen. Hát sajnos ez is benne van, viszont... Hogyha... Nincs elég már ám a swipe, de lesz, nem lesz, mert az én köröm végén fogja levinni. Úgyhogy ezt a kört bebukom. A helyzet az, hogy le kéne ütnem a Stormwind Champion, sajnos nem fogom tudni kihasználni az értékét teljesen. De hát ez 6, meg 3 az 9 damage, ez nagyon sok. És reménykedek benne, hogy egy Sludge Belchert, vagy hát a Sunwalker meg nem mert, mert az a kezemben van, de valami jó dolgot esetleg megkapok. Hopp, elfelejtettem bedugni a fülhallgatómat, remélem, hogy nem volt vízhang és semmi, mert valljuk be, hogy azért elég közel van a laptopom a mikrofonomhoz, és természetesen barongáddom mindent. Mindent megoldott, amit kellett neki. Hát ez kellemetlen szituáció. A swipe segíthetett volna nekünk, hogyha ugye a Ravenhold Assassin nem lenne stealth-es. Mert hogyha beleütök, akkor ugyanúgy... Akkor a következő kör végén leüti, de az mindig 14, meg 2, 16 damage. Hogyha kirakod egy Sunwalkert, akkor az egyik nagyobbal bele kell futnia. Hát talán ez lesz a legcélra vezetőbb, mert ugye a 4x4-esen nem tudja előtt, az egyikkel bele kell futnia azért, hogy... Oh wow. Ez kellemetlen, de szerencsére ez egy jó swipe lesz. Ez egy nagyon jó swipe lesz, kivéve azt, hogy ugyanúgy meg fogunk kapni azt a sok-sok damage-et, azonban legalább ennyi előnyöm van, hogy csak egyszer fogom azt a hetet, és... Ugye természetesen a Heroicon ezt nem is említettem, de több élete van a... de több élete van ugye a bossoknak, hát gyakorlatilag nem HP formájában, hanem armor formájában 15-tel több. És most kellene szerintem az Agent Commander-t belefuttatni ide. És remélhetőleg nem lesz egy damage-e honnan. Még egy Time Rewinder. Ez nem is olyan rossz, hogy Sergeant Commander-t vissza tudom venni, bár mondjuk 6 manáért ez... Na ez jó lesz. Ez most jó lesz kifejezetten. Kivéve így. Mert volt nála egy damage. De még nem a Green Patron duplázta, úgyhogy ennek örülhetünk. És a helyzet az, hogy lehet, hogy most is ki fogok kapni. Őt lelövöm. Ő belefut, és még mindig ott van. 6. Ez kellemetlen. Lehet, hogy a Stormwind Champion-t kéne felhagynom. Mert az magában gyengébb. Viszont sajnos nem tudok semmit lerakni. Ami mázdi, hogy fent marad a tankom.
És lehet, hogy vissza kéne vennem a Big Game Hunter-t. Ez így hasznos is, hogy kettő Time Rewinder-ön van, mert háromszor tudom kijátszani. És következő körben, hogyha valami nagyot kap... Ó, pont nem kapott nagyot. De, egy War Golemet kirakott. Aha. Hát ez biztos, hogy ő kapja a Big Game Hunter-t. És hát sajnos ezt most be kell, ez mennyi 15 damage. Azon gondolkodom, hogy sajnos következő körben nyerni fogja a Brawlt, ugyanis nem tudom leütni csak vele. Tehát azon gondolkodom, hogy ezt mindenképpen le kell ütnöm. Ugye? Igen, ezt mindenképpen le kell ütnöm. És a kérdés az, hogy most arra rákockáztassak-e, hogy nincs Brawl nála, és arcra menjek, mert akkor úgyis bele kell futnia. Opa! Ez kellemetlen. A helyzet az, hogy az internet szolgáltató mostanában egy kicsit problémás. Oké? Szóval ott jártam, hogy ebben muszáj belefutnom. És a kérdés az, hogyha van nála Brawl, egyet eldobott, tehát sokkal kevesebb esély van nála, sokkal kevesebb esély van rá, hogy van nála. Mert hogyha van, akkor azt elég erősen bukjuk. Ha nincs, akkor viszont van esélyünk nyerni, úgyhogy... Remélhetőleg egy van a deckében, vagy nem húzta fel a másikat, és a fél decké hiányzik. Még egy... wow, mi történik, hogyha úgy Brawlt játszik ki, hogy kettő van? Megmondom, random az egyik mennyire ide. Na, ilyen esetre tökéletes nekünk a Starfall. És a másik lap, amit esetleg ki tudnék rakni, az beütök a Big Game Hunterrel, és utána pont van annyi manám, hogy visszavegyem és leüssem vele a Core Houndot. Igen, szerintem itt most a Sludge Belcher mögött elég nagy biztonságban vagyok, és nem is tudja ugye leütni, mert ennek négy, ugye ő csak négyet tud ütni, ezen kívül nincs semmi más a nála. És ugye amiket ki tud rakni, azok egyik sem charge, kivéve hogyha King, de King Crush nincs nála. Szóval egyik sem charge, itt a Brawl. Mondta, ez most kellemetlen. Ez most nagyon kellemetlen, ugyanis nyerhettem volna. De ugye nyilván ugye ez a, nem tudom hogy hívják. A Dark Iron Bouncer fogja megnyerni a Brawlt. És most lesz erős, hogy nem fogom tudni leütni. Hogy az Zenoyotron megvéd, és kirakom még a Force Tanket. És nagyon reméljük, hogy a következő körben meg tudom ölni, mert különben ugye egyre nagyobb hátrányba fog kerülni. Ó, nincs több lénye! Nyertem. Na. Nem is gondoltam, hogy ilyen hamar ki fog futni a lényekből. De ugye természetesen most már semmit nem tud csinálni, Whirlwind már Executort sem tud használni, és van a kezemben bőven, van a kezemben 5 damage. Úgyhogy... Na, hát ez egy sikeres dolog volt. Nem hiszem, hogy sok minden, tényleg most ebben elég kevés olyan lapot használtam, ami esetleg megszerezhetetlen lenne, mivel egy forintot nem fizettem a játékért, ezért nincsenek olyan legendary lapjaim, amik nagyon-nagyon durvák lennének. Szóval szerintem ezt a decket bárki össze tudja szinte rakni, és mint látjátok, egy kis mázlival nyerni is lehet vele. Így fog kinézni amúgy ez a heroikus sorozat, hogy mázlival fogok nyerni. Ó, Nesul, azért nem is húztam egyet sem, mert sajnos ez ilyen, viszont szerencsére kifogyott a lényekből, úgyhogy sikerült kihúzni. És egyelőre ez a videó ennyi. A következőben viszont a következő bosszal fogunk foglalkozni, amelyik a Dark Iron Arena lesz. Úgy gondolom, hogy ez sokkal kellemetlenebb lesz, és sokkal nehezebb lesz megnyerni, ugyanis azt hiszem, hogy 4 manával fog indulni, nulláért rakja az 1/1-es tauntokat, és ugyanolyan legendary lapokat pakol ki, csak sokkal hamarabb kezdi el a nagyokat. Úgyhogy lehet, hogy megpróbálunk egy druidot ellene, vagy valamit, ezt még kitalálom, viszont a következő részig is. Sziasztok!